2016. októberre óta irányítja a Szent Lőrincese mb 3 as futballcsapatát, a korábban játékosként Pécsett és Újpesten is mb 1 es ezüstérmes Túri akivel idén ősszel már a középcsoport lista vezetői, a legutóbbi vereségük ellenére is 26-8-as gólkülönbséggel, és állnak még a Magyar Kupában is mb 1 es ellenfél következik számukra. A vezető ezű Túri a vendégünk. Szia Zsolt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pécsi születésű vagy játékosként, ahogy ezt mondtam, a PMS szével meg az Újpesten is van bajnok ki az melyik klub közelebb a szívedhez? Hát természetesen a Pécs, ugye ott nevelkedtem, és ott sokkal nagyobb sikereket értem el az utánpótlásban is, <coughs> meg a Magyar Kupában is. A Pécsen lettünk ugye Magyar Kupa győztesek és ezüstérmesek. Jelen pillanatban Baranya megye, fehér folt a magyar labdarúgás térképén, ha azt veszük, hogy első osztály meg másodosztály. Úgy fest, hogy most ebből, ezen a fehér folton ti, ti fogjátok legmagasabbra felütni a fejeteket, nem? Most hát. sehol sincsenek a pécsi csapatok, a Kozár Mislány, viszont ti elég derekosan meneteltek. Hát igen, korábbi ö, nagyobb klubok, mint a PMSZ ugye a 1 egybe volt, a Mistény, aki MB2-ben játszott, most kicsit gyengében szerepelnek, és hát mi előtérbe kerültünk a jó szereplésünkkel. Amikor két éve Szent Lőrincre kerültél, akkor mit vártak tőled, milyen célokkal érkeztél oda? Hát először a hez érkeztem, és hát azt várták, hogy rakjak össze egy ütőképesebb ifi csapatot, ami úgy gondolom, hogy akkor sikerült is, mert 15 játékost igazoltam a Pécsből és a környékről. Azóta is valamilyen módon ez a felfogásod lényege is, vagy inkább a szegény ember vízzel főz esete, tehetséges környékbeli fiatalokra lehet alapozni? Hát úgy gondolom, hogy azt tűztük ki célul, hogy a, hogyha vannak ügyes játékosok a megyébe, aki, fiatal is ráadásul, vagy a saját utánpótlásunkból, azokat próbáljuk beépíteni a csapatba. Vannak is olyan játékosok, akik Pécskörnyékiek és fiatalok, mert ugye a csapat nagyon fiatal. Igen, a jelenlegi keret szemtelenül fiatal. Én is néztem itt az átlag életkort, meg az életkorokat. Az ember azt gondolná, hogy egy akadémia működik Szent Igen, nagyon sok gyerek akadémiáról érkezett azért. Tehát nem a falusi csapatokból igazoltunk. Hál' Isten a, a tulajdonos úr és a szakmai vezetőnk, ők igazolják a játékosokat zömébe, és különböző akadémiákról, akik kiöregettek, vagy esetleg olyan játékosok, akik az MB2, MB1-es csapatokba nem férnek be, azok játszanak nálunk. Tavaly már az MB3-ban nem voltak kiesési gondjaitok. Uh, idénre ezek szerint nem csak a tabeláron nézek, ez nem véletlen, eleve az el, tulajdonos elvárásokból is magasabbra tettétek a lécet? Hát igen, amikor átvettem uh, két évvel a csapatot, akkor ugye kieső helyen volt a nehéz Igen, és hát uh, végül sikerült a szezon 8 nyolcadikak lennünk. A következő évben hetedik uh, lett a csapat. És hát most ugye próbáltunk előrelépni, és az első hat hely valamelyikét céloztuk meg. Azt gondoltad ehhez a szezonalai célkitűzéshez célkit, képest, hogy gyakorlatilag a maximumhoz fogtok közelíteni ősz végére? Hát azt nem, hogy az első helyen fogunk lenni. Abba bíztam a felkészülés alatt, mert hál' Istennek a, a keretedbe maradt nagyon kevés játékos távozott, és meghatározó játékos sikerült igazolni, és egy erős keret alakult ki nálunk, és ez már látszott a felkészülés alatt, ugye rengeteg meccset játszottunk horvát csapatokkal, és hát ott is MBK 3 csapatok ellen nyertük meg a meccseket, és hát az utolsó felkészülési mérkőzés a Kaposváron volt, ahol ö, ott is jól teljesítettünk, és az utolsó pillanatban vesztettük el a meccset, tehát teljesen partiképesek voltunk az NB2-es csapattal. Egyébként, ha említetted, hogy sokat gyakoroltok horvát futballcsapatok ellen felkészülési mérkőzéseken, jelentős eltérést tapasztalsz ahhoz a felfogáshoz, mentalitáshoz, játékstílushoz képest, ami, amit ők mutatnak, már mint a horvát alacsonyabb osztályi csapatok, meg a e, ti e, nb mb 3 csoportotokhoz képest? Érdekes dolog, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy a horvátok mennyire agresszíven és keményen futballoznak. Pont az egyik másodosztályú klubnak az edzője mondta, hogy azért szeretnek velünk játszani, mert hogy mi sokkal keményebben és erőszakosabban játszunk, mint a horvátok. És hát talán ennek is köszönhető, hogy kicsit más stílusba futballozunk, mint a magyar csapatok, és hát ez, ennek is köszönhető, hogy az élen vagyunk. Beszéljünk erről is, mi a te alapvető felfogásod erről, milyen, milyen játékképet, milyen karakterű csapatot szeretnél a pályán látni? Hát, Azt mondtad, hogy legyen, legyen ezek szerint akkor dinamikus és agresszív? Hát az mindenképp nagyon fontos. Ugye az egyeniségemből fakadóan kreatív futballt eh, szeretem, tehát próbáljuk felépíteni a játékunkat hátulról, és hát eh, megpróbáljuk eh, egész pályán a letámadást eh, alkalmazni. Természetesen ez nem mindig sikerül, és néha alkalmazkodnunk kell az ellenfélhez, hogyha olyan. Legutóbb becsúzott egy vereség, megtorpant a csapat, ezt eh, ez, ez mi okozta a dobos ellen? Hát. Eh mentálisan erősebbek voltak, és egy nagyon kemény játékkal, de a, még a sportszerűség határain belül természetesen, mert a játékvezető nem állított ki senkit közülük, tehát teljesen jó felfogásba futballoztak, és ezzel le tudtak minket győzni. Tehát még korvátabbak voltak nálatok. Így van, tehát még agresszívebben, még keményebben, és most azt mondom, hogy több lehetőségük is volt a, a gólszerzésre, mi nekünk. Az csak előnyt jelent számodra, hogy ennyire fiatal kerettel és csapattal dolgozol? Vagy vannak néha hátránya is? Nem, én nem látok hátrányt igazából, csak előnye van olyan szempontból, hogy ezek a gyerekek akarják a sikert, ugye meg akarják mutatni magukat, mert szeretnének a futballból élni és hát ebből kifolyólag ugye mindent meg is tesznek azért, hogy sikeresek legyenek. Ilyen módon az a munka, amit te végzel, és ez a csapat, amit te építesz föl, ez ennek az a jövőkép, hogy akik itt futballoznak, hát azok előbb-utóbb, ha jó futballoznak, el fognak hagyni benneteket, igaz? Hát igen. Tehát a te játékosokat építesz, vagy nem? Igen, hát igen, a játékosokat próbáljuk felépíteni, de ezáltal a klubot is próbáljuk építeni, és hogyha nehogy Isten esetleg sikerülne megnyerni a bajnokságot, akkor egy fejtörést okozni a tulajdonosnak, hogy hogyan tovább. Na hát erről a fejtörésről beszéljünk, mert hogy hat pont az előnyötök a Szegeddel szemben, a MB2-ből tavaly kiesett Szegeddel szemben a középcsoportban, és tehát a az MB2 képe. Ö, oda igyekeztek? Reális cél? Mit mond erről a tulajdonosatok? Vállalná? Hát erről nem nagyon beszélünk, hogy most ö, vállalná vagy nem. Egyelőre nyerjük meg a bajnokságot szerintem, és legyünk ott az élen és akkor majd eldől az, hogy uh, tudjuk-e vállalni ezt a magasabb szintet, vagy nem. Erről azért érdemes beszélni, mert az azt jelenteni, hogy a jelenlegi kázi amatőr csapatból uh, a másodosztályból profi együttessé kellene válni. Nálatok ez az úgynevezett amatőrizmus, ez mit jelent? Hát uh, annyit, hogy a, itt zömébe tanulnak a játékosok, tehát a Pécsen az egyetemre járnak, uh, vagy pedig dolgoznak a játékosok, és amellett futballoznak. Tehát nekünk az edzésünk az este fél hétkor kezdődik. De gyakorlatilag nincs olyan játékosod, aki főállásban ezért a fizetésért futbolozik? Biztos, hogy nincsen. Tehát mindenki munka hát vagy tanulni. Most vagy tanulnak a játékosok, uh -huh. vagy dolgoznak. Ez nagy hátrány szerinted? Hát olyan szempontból hátrány, hogyha mondjuk egy érzést akar az ember összehozni, akkor az iskolaidőben már nehezebb, meg hát ugye aki dolgoznak, azok meg nem is tudnak részt venni rajta. Milyen a, ezekkel a sikerekkel párhuzamosan a szurkolói aktivitás Szent Lőrincsen? Nagyon pozitív. Tehát azt mondom, hogy az elmúlt időszakra most Gyulára is, vagy 20 eljöttek megnézni a mérkőzést a Grosics ellen, de Dunajvárosba, Iváncsára, amerre megyünk, szívesen jönnek, és egyre többen járnak ki a mérkőzése, a hazai mérkőzéseinkre is. Közben, ahogy ezt említettem az én a Magyar Kupában is álltok, és a Kisvárda nb1-es ellenfél következik, és akkor nekem felsejlik egy-két évvel ezelőttről, a Kozár volt egy nagy menetelése. Igen, a hát a mislejiek azok szépen ütögették ki itt az nb2-es, nb1-es csapatokat a Magyar Kupába, és nem is tudom, a legjobb nyolc közé jutottak, azt hiszem. A Szent Résznek is volt már egy ilyen hasonló szériája, akkor azt hiszem a Debrecen állítottam ők, meg őket, Kulcsár Árpád volt akkor a, a vezetőedző, úgyhogy két éve már nekünk is sikerült a legjobb 16-ba kerülni, akkor a szolnok megállított minket. Most készen álltok egy újabb nagy dobásra? Hát szeretnénk, szeretnénk megmutatni magunkat, hogy mire vagyunk képesek egy nb 1 csapat ellen is. Hát ez, ez az országos figyelem szempontjából is egy kiugrási lehetőség, igaz? Igen, hát a játékosoknak mindenképp egy pozitívum, lehet, hogy ha itt tovább tudunk lépni, akkor esetleg felfigyelnek rájuk, és elviszik magasabb szintre őket. Meg hát a klubnak ugye, hogy tovább tud lépni, és tovább menetelhet. Igen, erre a tovább lépésre, akár az mb 2 re is gondolok, azért is lenne nagyon nagy szükség, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy ez a bizonyos fehér folt, a baranya térképen, az kisébe színes egyen, tehát legyen egy másodosztályú csapat. Igen, hát az fontos lenne, hogy végre legyen Baranya megyének egy másodosztályú klubja. Igazából itt a Pécsnek kellene ezt vinnie természetesen a tradíciók miatt, de hát ha most jelen pillanatban mi tudjuk ezt betölteni, az is teljesen jó lehet. Zsolt, lokál patriótaként azt mondnak, hogy szerinted mitől várt futball szempontból ilyen elátkozott Isten háton mögötti helyé ez a dél túli régió? Hát nem tudom, nem tudom igazából megmondani. Rengeteg tehetséges gyerek futbalozik a Baranya megyébe, és rendre elviszik őket más akadémiákra. Meg lenne a lehetőség szerintem arra, hogyha egy is összefogás lenne a megyén belül, hogy itt is akár egy MB2-es, MB1-es klub működjön. Hát meglátjuk, hogy ez mikor lesz. Az MB2 Tesre, nála, nektek van esélyetek, jó munkát ehhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm szépen a meghívást.